Sziasztok, Tóth Márk vagyok. A mai adásban nem egy, hanem két példaképünk lesz. Ökrös Júlia és Ancsák Attila 8-szoros világbajnok akrobatikus rock'n'roll páros nem csak táncolni fognak nekünk, hanem segítenek a legkisebb táncosoknak elsajátítani egy-egy mozdulatot is. Segítségünkre lesz még Lengyel Veronika, sokszoros világbajnok, nívódíjas edző és koreográfus, aki ma egy különleges edzést fog tartani a kicsiknek. Szia, Roni! Szia, Márk! Kezdjük itt a legelején, ők a legkisebb csoport. Már óvodás korban elkezdjük a tanítást, és beszivárogtunk az óvodákba is. De azt szoktuk mondani, hogy a legideálisabb korosztály, amikor elkezdjük a rock'n'roll tanítását, az az 5-6-7 éves kor. Mutassuk meg, hogy hogyan működik nálunk egy roki edzés. Először is mindenki húzza ki magát egy gyönyörű, szép vigyázálása. Engem figyeltek, és akkor mutatom a mozdulatokat, jó? Ezt úgy fogjuk hívni nálunk, hogy egyes tánctartást kihozzuk magunkat, nagyon egyenesek vagyunk, és nagyon picit megemeljük a sarkunkat. Fennemeljük a kezünket, ezt fogjuk úgy hívni egy kettes tánctartás, és engedd el a válladat, húzd ki magad, mosolyod. Miért pont az akrobatikus rock'n'rollt választottátok? Hát ugye mi általános iskolában mindig vannak ilyen bemutató órák, és ott első osztályban mindig vannak ilyen toborz órák, és akkor ott elkezdtünk igazából, és hát én elkezdtem rapizni, és Juli nővére ajánlotta fel igazából nekem Julit, mert ő akkor még oldalba jár, és hát a következő edzésen már ki is próbáltuk, és hát úgy néz ki, hogy bevált. Először egy picit megtanítjuk a sportágnak a szeretetét, hogy szeressenek mozogni, tánc alapokat tanulunk. A rokiban vannak ezek a pattogások, ezt majd látni fogjátok a kicsiknél, ezeket megtanítjuk nekik. Először ritmus érzéket fejlesztünk, mozgás koordinációt tanulunk, vannak kis koreográfiák, hogy megtanulunk, és megtanulunk zenére táncolni, és igazából megtanuljuk azt, hogy mennyire fontos a mozgás, és mennyire jó érzés a tánc. Mi a titka annak, hogy 12 éve együtt táncoltok? A legjobb dolog, amit ebben a 12 évben tanultunk, az az, hogy igazából jobban rosszban kitartunk egymás mellett, akkor is, hogyha éppen nem úgy sikerülnek az edzések, a versenyek, ahogy elképzeltük őket, akkor sem adjuk fel, és akkor is ugyanúgy. Következő héten is lemegyünk edzésre, és akkor is megpróbáljuk. És szerintem az, hogy olyan jó barátságunk lett ebben a 12 évben, hogy igazából szerintem testvérként tekintünk egymásra. Miért ezt a témát választottál? Attilával közösen választottuk. Elvis Presley zenére táncolunk, és ahhoz szerintünk nagyon illett ez a ruha, valamint az egyik edzőnk ruhatervezéssel foglalkozik, és ő szokta megrajzolni a ruhánkat. Közösen kitaláljuk, hogy milyen színű legyen, hol legyenek a strasszok. Miért szeretek rock'n'roll táncolni? Én azért nagyon szeretek, mivel nagyon vonz engem például az ilyen nagyon szép csillogós ruhák, a jó zene, a tánc, és igazából a közösség, ami ezzel a tánccal együtt jár. Tudjuk, hogy mikor van szüksége a másiknak egy kis önbizalomra, vagy egy kis boostolásra, vagy bármiféle, akár egy ölelésre, és ezzel így nagyon könnyen tudjuk segíteni a másikat. Mi olyan korán kezdtük a versenyzést, hogy úgy igazán éles emlékeim nekem személy szerint nincsenek az első versenyünkről, de már akkor is hatalmas élmény volt így közönség elé kiállni, megmutatni, hogy mit gyakoroltunk ilyen sokáig. Sugárzott belülük valami erő, amivel könnyen a színpadra lehetett őket állítani. Rettentő cukik is voltak, ez is fontos azért egy színpadi sportban. És azt gondolom, hogy tényleg a valaha volt egyik két legtehetségesebb tanítványom. Térd, kik, kik, térd, kik, kik, térd, kik, kik. Ez a tánc maga ugye a szabadságot és a kreativitást adja nekünk. És hát ugye nyilván ez egy több, mint egy tánc, mivel ez egy kőkemény sport, hiszen az edzések elég kemények ahhoz, hogy tudjunk táncolni ilyen 2 perceket versenyen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, fönt, 1, 2, lent, be, ki,
Forog! Jaj, de szép volt ez a forgás! Arra figyeljetek, hogy a forgásnál próbáljatok helybe maradni, jó? Gyerekek, most a kíváncsiskodó rovatunk következik, úgyhogy azt kérdezhettek a példaképeinktől, amit csak szeretnétek. Miért kezdted el a rokit? Nekem 2 nővérem van, és mindketten táncoltak, amikor én még nem. És igazából ő miattuk kezdtem el én is járni, már láttam, hogy mennyire élvezik, és szóltak nekem, hogy én is mindenképp próbáljam ki. Szoktál izgulni a verseny előtt? Fú, hát ez változó. Egyébként a verseny előtt nem igazán. Amikor ott vagyok a versenyen, akkor már elkezdődik az izgalom. De ez egyébként, mivel Juli szokott nekem segíteni, ezért így gyorsan el tud múlni. Mi az a legszebb dolog, amit mondtak neked verseny előtt? Úgy menjek ki a színpadra, hogy tegyek meg mindent azért, hogy büszkén jöhessek le, és ne a bírókon múljon az eredmény, hanem elmondhassam magamról, hogy mindent megtettem azért, hogy a legjobb lehessek. Amikor írjuk a koreográfiákat, nagyon sokszor volt ez, hogy eljöttek hozzám, és ezt nagyon sokat emlegetik ők is, hogy kiválasztottuk már a zenéket, együtt ötleteltünk, majd amikor már megvágtuk a zenét, és ennek van egy úgynevezett bevezetője, én mondtam nekik, hogy gyerekek, most csinálok nektek egy palacsintát, míg megsütöm, addig ti rakjatok össze pár mozdulatot. Majd kikiabáltak, hogy Roni, kész a palacsinta? Mert kész van az intro. Úgyhogy ezt azóta is emlegetjük. Na és ezzel az intróval utána világbajnokok lettek. Műsorunknak fontos része ez a könyv, ahova a sportolók mindig hoznak egy idézetet, illetve beragasztanak egy képet magukról, vagy egy számukra kedves, fontos emlékről. A mi idézetünk az a nem a győzelem a fontos, hanem az odavezető út, és ehhez hoztunk 2 kis képecskét. Miért ezt az idézetet választottátok? Nagyon fontos számunkra az edzés morál, illetve az, hogy élvezzük az edzést, és nem az a fontos számunkra, hogy mi a végeredmény, hanem hogy jól érezzük magunkat, miközben oda jutunk. Mennyire vagytok érzelmesek? Mennyire tudjátok ezt átadni a színpadon? Szerintem Julival nagyon érzelmesek vagyunk a magánéletben is, és a táncban is, hiszen itt a táncban nagyon fontos az, hogy milyen előadásmód, milyen érzelmekkel van tele tűzdelve a koreográfia, és erre is nagyon sok pontot tudunk kapni, és van, hogy erre építjük az elemeket, hogy milyen fajta érzelmek vannak éppen az adott koreográfiában. Nekem rengeteg mindent adott ez a sport. Szerintem a legnagyobb, hogy rengeteg mindent átéltem. Ugyanúgy sikert, mint ahogy kudarcot. Szerintem a tánctól a magánéletemben is kitartóbb lettem, fegyelmezettebb. Az időbeosztásomat is rendbe tartotta. És ez a rengeteg versenyzés és utazás rengeteg élményt és barátokat adott nekem, úgyhogy én nagyon hálás vagyok érte. Fért a mai adásunkba. Köszönjük Roninak, Julinak és Atinak ezt a délután. Továbbra is várjuk ötleteiteket, hogy melyik magyar sportolót vagy sportágat ismernétek meg szívesebben. Címünk gyerekjáték@mtva.hu. Köszönjük eddig beküldött leveleiteket. Sziasztok!